Adventi műsorral egybe kötött projektnyitót szerveztek szerdán Vásárosnaményban. A színpadon a legkisebbek is bemutatkoztak. A település új beruházása is a gyermekeket érinti, a jövőben ugyanis bővítik a Vásárosnaményi 7 színvirág óvodát. A településen már elkezdődött az óvodafejlesztési projekt. A közbeszerzésnél járunk, és reményeim szerint a közel 250 millió forintos projekt, amelyből két csoportszobával, logopédiai szobával, tornaszobával és orvosi szobával bővül majd a 7 színvirág óvodánk, mindenképpen elnyeri a gyermekeink tetszését. Tudjuk azt, hogy a csoport létszámaink most a törvény által megengedett módon növelve lettek, tehát növelésre kerültek, visszaállnak ezáltal a jövőben a csoportszobák megépülése után ideális létszámok. Vásárosnamény és környéke a halmozottan hátrányos helyzetű térségek közé tartozik. Pár évvel ezelőtt már építettek egy bölcsődét a településen. Azóta már várólista is van az intézményben. 15-16 gyermek is vár a bejutásra. Nagyon büszke vagyok arra, hogy megmertük lépni 2013-mal a polgármesterek támogatásával a Beregi Többszélú Kistérségi Önkormányzati Társulás polgármestereivel a bölcsőde fejlesztést ezen projektnek az első verziója kapcsán, és jelenleg a bölcsődékben maximális a létszámkihasználtság, csak 26 pici bölcsődésünk van, 5 kisgyermekgondozóval, dajkával, és egy olyan épületet sikerült megépíteni, ami megfelel a mai igényeknek, egy korszerű bölcsődénk van. A településen számos beruházás valósul meg a közeljövőben topos forrásból. Fejlesztik az ipari területet és a kerékpárút hálózatot is bővítik. Vásárosnaményban két paktumot is kötöttek. A jövőben növelik a képzett munkaerő létszámát, illetve foglalkozás bővítő és munkahelyteremtő terveik is vannak a településnek, de a munkabérek finanszírozására is próbálnak lehetőséget nyújtani. A Bereg szívének a turisztika a kitörési pontja, véli a polgármester. Jelenleg egy 160 millió forintos tiszaparti fejlesztés van folyamatban. Ennek részeként már kialakították a lapátos pihenőhelyet, valamint az önkormányzat megvásárolt egy 300 négyzetméteres ingatlant. Itt egy 21. századi igényeknek megfelelő vizes blokkot alakítanak ki, kajakos megállóval, kerékpáros kölcsönzési lehetőséggel és ingyenes wifi ponttal.